köszöntjük a sajtó képviselőit, az OTB Bankivel pedig fordulóját követő sajtótájékoztatókat a DVTK Vasas mérkőzés követően, és nézzük elsőként, hogy a Vasas szakvezetője Mihály Lőnink hogyan látta a mai találkozót. Na, nem csak szintos élete. Ja, zunächst mal bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Drei Spiele in einer Woche, das hat man gesehen, das kostet viel Substanz. Dadurch, dass wir auch noch in Rückstand gegangen sind, wurde es nicht leichter. Die Ergebnisse sieht des heutigen Spieltages, weiß man, warum so viele Unentschieden entstanden sind. Man kommt in den Grenzbereich. Dennoch glaube ich, dass wir gerade in der zweiten Halbzeit sehr viel versucht haben. Wir hatten heute nicht das nötige Glück, um vielleicht das zweite Tor zu machen. Wäre vielleicht sogar auch gar nicht verdient gewesen. Ich denke, dass beide Seiten mit viel Herzblut gearbeitet haben heute. Und durch die Ergebnisse haben wir das Glück, weiterhin Tabellenführer zu sein. Das freut uns besonders, weil wir jetzt in den nächsten drei Wochen sicherlich wieder lächelnd zum Training kommen oder auch mit diejenigen, die bei der Nationalmannschaft sind. Dort auch bestimmt neue Motivation haben. Először is elégedett vagyok a mai eredménnyel, mert három mérkőzés egy héten belül azért az mindenhol megmutatta a nyomát, és hát ugye még azzal is nehezítette az egészet, hogy ugye hátrányba kerültünk így a mai mérkőzésen, és ez látható is a maga az a három meccs egy hét alatt, hogy ugye nagyon sok döntetlen született eddig ebben a fordulóban, úgyhogy ez így. Inkább kisebb magyarázatként is szolgál. A második fél időben sokat próbálkoztunk, most nem volt meg az a szükséges szerencsénk, ami az ilyen mérkőzések megnyeréséhez szükséges, de azt meg kell mondani, hogy mind a két csapat nagy odaadással és beleadással folytatja a mai mérkőzést, úgyhogy nagyon megérdemelt az egy-egy mind a két fél számára. Amíg külön öröm a mai előnyek okán továbbra is listavezetők vagyunk, az ilyen vagyunk. Ez annyiból jó, hogy a következő három hetes szünetben mosolyjal fogunk majd az edzésekkel látogatni, illetve a csapjátékosok, akik már különböző válogatottakhoz fognak majd elmenni, azoknak majd oda mentek, plusz motivációt fognak majd szerezni. Köszönöm szépen, és várjuk a sajtómunkatársainak kérdéseit, parancsoljatok. Miskosz televíziótól, hogy bármilyen szinten meglett a mestert a meccs alakulása, vagy nagyjából ilyesmire számított? Hát ich diese heutige Spielführung dich überrascht oder hast du das erwartet? Von unserer Seite oder grundsätzlich? Grundsätzlich. Nein, ich hätte... natürlich sehe ich meine Mannschaft im Training die ganze Woche und ich weiß ja auch, was so passiert. Deswegen haben wir auch sind auf der letzten Reihe mit John Kutschmar und Andros Stebrezin zwei frische Leute gebracht, die natürlich sehr erfahren sind, die auch schon lange so in der Form zusammenspielen. Das hat uns die nötige Stabilität gegeben, gerade auch, weil die Austria im Sturm ein bisschen was verändert hat. Heute ging es eigentlich um den Willen. Und den Willen haben beide Mannschaften gezeigt. Insofern hatte ich nicht damit erwartet, dass es ein Fußballfest wird. Einschränkend muss man eigentlich sagen, der Rasen ist genauso gut wie unser. Tehát önmagában nem. Tehát először is nem lehet meg. Hát a saját csapatomnal láttam őket egész héten, és hát én éreztem, hogy hátul emelt egy kis váltás, hogy Debrecen és Andrással és Kocsmár Zsolttal van két olyan játékosunk, akiket frissen be tudtam hozni, és hát ugye mind a kettő az eddigi tapasztalt, és játszottak így már együtt, úgyhogy ez megadta a szükséges stabilitást. Plusz ugye, ami még változás volt, amire fel kellett készülni, hogy a Diós Gyűr ugye a csatásorban ugye változtatott, hoztam apróit. Ami gyakorlatilag a mai mérkőzésnek a fő eleme volt, az az akarat, az akarás, ami mind a két csapatnál megvolt. Így várható volt, hogy nem egy futballünnep lesz az a mai mérkőzés. Egy dolog azért meg kell egyezni, hogy a Diós Győri pálya füve az olyan jó, mint a miénk. Köszönjük, rájuk a további kérdéseket, amelyikben a részletekről. Ha nincsen, akkor viszont köszönjük szépen a részletekről.